Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti műsora december 4-én hétfőn. Tovább fejlesztik a Tisza és mellékfolyóin az árvízvédelmi rendszert annak érdekében, hogy elkerüljék az árvízveszélyt. Erről is szó esik a mai műsorban, tartsanak velünk! Fejlődő Szakoly, megújult a Nyírgelsére vezető út. Tokaj 2023, lépést váltott turisztikában a város. Árvízvédelem, csatornakotrással is növelték a biztonságot. Elkészült az új pályázati menetrend a következő fejlesztési ciklusra, az önkormányzatok és a gazdálkodók továbbra is számíthatnak támogatásokra. Ezt mondta Nagy István agrárminiszter Szakolyban, ahol a települést Nyírgelsével összekötő út átadóján vett részt. A két település közötti 2,5 kilométeres szakaszt a Szakolyi önkormányzat építette meg a vidékfejlesztési program csaknem 270 millió forintos támogatásából. Kerecsen József járt az átadón. Néhány hónappal ezelőtt még hatalmas kátyúkon keresztül vezetett az út Szakolyból Nyírgelsére, most azonban teljesen sima felületű aszfalton gördül az autó kereke a két település között. A 29 évvel ezelőtt épült összekötő út az utóbbi években vált szinte járhatatlanná. Aki Szakolyból személyautóval indult Nyírbátor irányába, inkább Nyírmihályi felé tett több mint 10 kilométeres kitérőt. Bacskai Erzsébet, a község polgármestere azt mondta, a felújítás nem várhatott tovább, a helyiek régóta vártak erre a beruházásra. Ez az út 29 évvel ezelőtt épült meg, és sajnos több mint 10 éve már olyan állapotban volt, hogy közlekedni még a nagy mezőgazdasági gépeknek is nehéz volt rajta. Tehát ez egy több mint 10 éve húzódó feladat volt, ami az önkormányzatra hárult, és ezt a vidékfejlesztési programban sikerült megoldani a feladatot. 267 millió forint támogatást kaptunk, az meg külön öröm és büszkeség, hogy a nehéz múlttal, súlyos múlttal rendelkező önkormányzatunk 14 millió forint önerőt is tudott biztosítani az út felújításhoz. 170 millió forintot költöttünk el a Gelsi útra. A támogatásból megmaradt összeget szeretnénk egy másik külterületi mezőgazdasági útra fordítani. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a térség önkormányzatai, gazdálkodói, vállalkozói és őstermelői összesen csaknem 40 milliárd forint támogatáshoz jutottak az utóbbi években a vidékfejlesztési programban. Ebből az összegből jelentős hányad jutott külterületi utak fejlesztésére. Az a helyzet, hogy én többször próbálkoztam átjönni Nyírgelséről, mert hogy több kilométerrel rövidebb így a távolság, de amikor átjöttem, mindig megfogadtam, hogy többet nem fogok jönni, és ilyen formán most már ezt a gondolatot mellőzni kell, mert az egyik legjobb minőségű út lett a térségben, a külterületi utakat tekintve mindenképpen. Én szeretném Magyarország kormányának megköszönni azt a rengeteg segítséget, amit a választókerületünkben küldött az elmúlt időszakba. A rendszerváltás óta az elmúlt 5 év volt az a kitüntetett időszak, amikor a legtöbb fejlesztés érkezett a választókerületünkbe. Nem szeretnék számokba belebonyolódni, de ezt mindenki láthatja, ha végig megy a településeinken, hiszen új középületek, megújult középületek, templomaink is, szinte mindegyike rendben van itt jelesül Szakolyban, a római katolikusok jóvoltából egy új templom épült, tavaly adtuk át, pontosabban szentelte fel püspök atya. Rengeteg út épült, több mint 90 kilométer utat újítottunk fel az elmúlt időszakban, és ugyancsak rekord időszak volt ez, mert hogy 13 külterületi út épült, illetve épül jelen pillanatban is.
a vidékfejlesztési program jóvoltából, ez mintegy 1,2 milliárd forintot ölel fel. A gazdák, a mezőgazdasági vállalkozók, az önkormányzatok, az őstermelők mindegyike részesedett támogatásban a vidékfejlesztési program jóvoltából. Összesen több ezer támogatott van a választókerületünkben, és a líder közösségektől kezdve a Natura 2000-es erdőterületen használókon keresztül az önkormányzati településképfejlesztési programokon át, az állattartó telepek fejlesztésén keresztül közel 40 milliárd forint vidékfejlesztési támogatást kapott ez a választókerület. Ez egy nagyon nagy összeg, és ezzel reményeink szerint a gazdálkodóink, az önkormányzataink újabb lehetőséget kaptak ahhoz, hogy a munkájukat magasabb színvonalon a választópolgárok életszínvonalát javítva végezzék. Gratulálok Szakoly településnek, és gratulálok ahhoz a több mint 1 milliárd forinthoz, ami az elmúlt években összesen ide érkezett a településre. Az érintett szakasz egyébként gyümölcsösökhöz és nagy kiterjedésű erdős területekhez vezet. Nem véletlen tehát, hogy a megújult utat Nagy István agrárminiszter jelenlétében adták át. A tárcavezető arról beszélt, a vidékfejlesztési program keretében országosan 1500 kilométernyi külterületi helyi út újul meg. Erre pályázott sikeresen a Szakolyi önkormányzat is. A fejlesztések további előkészítése pedig már folyamatban van. Nagy utat tettünk meg az elmúlt 13 évben. Nagy utat tettünk meg, és ez a megállapítás nem csak a szorosan vett agrárágazatra igaz, hanem az ahhoz szervesen kapcsolódó és azt sokféle módon támogató, kiszolgáló vidéki infrastruktúra fejlesztése is. Ennek köszönhetően az ország vérkeringését biztosító strádák és főutak jó minőségben hálózzák be hazánk minden régióját. Ez ugyan nagy lépés mindannyiunk számára, és bár szeretünk úton lenni és megérkezni, épp úgy. Éppen ezért a strádák mellett a sokunk hazaérkezését lehetővé tevő kisebb utak állapota sem kerülheti el figyelmünket. Milyen szerencse, hogy képviselő úr bosszankodott sokszor. Serkentve volt, hogy az út minél hamarabb megépüljön. Az ország vérkeringése számára szinte mindig elengedhetetlen a megfelelő közlekedési körülményeknek a biztosítása. Hölgyeim és uraim, jövőképünk az, hogy a gazdálkodás és az élelmiszeripari termelés hosszú távon is jövedelmező és társadalmilag elismert foglalkozás legyen. Lehessen vonzó vidéki környezetben, ugyanakkor modern technológiával, minőségi élelmiszerek előállításával tevékenykedni, és vidéken is minőségi életet élni. Legyen minden gazdálkodó számára elérhető és megvalósítható cél az, hogy a természeti erőforrások fenntartható használatával életképes vállalkozásokat lehessen működtetni. A magyar vidék olyan tartalékokkal rendelkezik, amelyek az állandóságot nyújtják ebben a gyorsan változó gazdasági és társadalmi kihívásokkal teli időszakban is. Éppen ezért mindent meg kell tennünk az agrárium és a vidék megerősítéséért. Ne felejtjük, a vidék gazdaságának erősítése az egész Magyarország megerősítését jelenti. A jelenlegi kormány tudja, hogy mivel a vidék alkotja Magyarország gerincét, a hazai agrárium és vidékfejlesztés nem csak a vidéken élőknek az ügye. A magyar kormány fontosnak tartja a lemaradó térségek felzárkózását, a gazdaságok versenyképességének megőrzése érdekében a fiatalok munkanélkülsége elleni küzdelmet, valamint a megfelelő infrastruktúra biztosítását, építését. Bizton állítom, hogy a kormány agrárpolitikájának hatására történelmi fejlődésen fog keresztül menni a magyar vidék. Ennek a fejlődésnek már megvannak az eredményei. Egyre többen választják a vidéki életet, és meglátva benne a boldogulás és a biztonságos megélhetés lehetőségét. Meggyőződésem szerint gimnazista korában
a legációba ideérkező Móri Zsigmond a település megújulását bizonyosan elégedettséggel fogadná, hiszen számára a magyar vidék helyzete mindig is szívügy volt. Visszatérve a jelenbe, ki kell emelni, hogy a vidékfejlesztési program hatodik prioritása a társadalmi befogadás előmozdítását, a szegénység csökkentését és a gazdasági fejlődést támogatja a vidéki térségekben. Ennek keretében jelent meg két felhívás is, melyek többek között a külterületi helyi közutak fejlesztését szolgálják. A két felhívás segítségével összesen 2500 km hosszú külterületi út újult meg, ami hozzájárult a vidéki térségek fejlődéséhez, az itt élő emberek életminőségének javításához. Az átadó ünnepségen elhangzott Szakolyba az elmúlt években 1 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett. A közelmúltban újult meg például a község óvoda épülete, idén augusztus 20-án pedig a település új római katolikus templomát szentelték fel. Léptéket váltott turisztikai kínálatban ebben az évben Tokaj. Olyan szolgáltatásokkal várja a látogatókat, amelyek már a külföldi turistákat is jobban, sokkal jobban vonza. Milyen volt a 2023-as év Tokaj számára? Vendégünk Posta György, a 950 éves város polgármestere. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásunkat. Szóval ez az év nagyon fontos volt, én úgy látom Tokaj számára, és nem csak a 950 év miatt. Igen, több olyan fontos esemény történt, ami alapvetően meghatározta ezt az évet. Az elsősorban az, hogy ebben az évben ünnepelt a város fennállásának a 950. évfordulóját, és mindegyes esemény, mindegyes program ehhez valamilyen szinten kötődött, és mindenki, aki Tokajban valamilyen programot szervezett, az megemlítette azt, hogy Tokaj 950 éves, és hogy emléket állított ennek a fantasztikus évfordulónak. És azt kell mondjam, hogy tényleg egy olyan szezon tudhatunk magunk mögött, ami egyedülálló volt eddig. A vendégészakák tekintetében is már most október 30-ával meghaladtuk a tavalyi összes vendégészaka számot, és ebben az évben valószínűleg el is érjük a 85 ezer vendégészakát. Tavaly egész évben 65 ezer vendégészakával büszkélkedhettünk, és ezt úgy tűnik, hogy most jóval túl teljesítjük. Ennek a fő oka természetesen az, hogy két jobb, illetve a magasabb színvonalú szálloda átadásra került az elmúlt időszakban, ugye egy 55 szobás 4 csillagos szálloda, illetve egy 5 csillagos 100 szobás szálloda átadásával azért a vendégészakák számában ez jelentősen megmutatkozik. Mindenképpen ez egy óriási előrelépés volt, hogy Tokajban, a térségben egyedülálló módon bővült a szálláshelyeknek a minősége. Én azt hiszem, ez alapvetően meghatározta az ideérkező turisták számát is, és valószínűleg ez befolyásolja majd a jövőt is, mert azt gondoljuk, hogy ezáltal, hogy a szolgáltatások minősége javult, valószínűleg magasabb színvonalú, tehetősebb turisták is föl fogják keresni a várost. Igen, mert vannak azért olyan turisták, főleg külföldön, de talán Magyarországon is, akik azt mondják, hogy ja, ha nincs 5 csillagos, akkor én oda nem, megszállni nem megyek, csak esetleg egy programra, aztán onnan elmegyek vissza oda, ahol a szállás van. Azért egy 5 csillagos szállod nagyon sok embert vonz Nyugat-Európából is. Igen, mi is azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos erőlépés, és ami még a tavalyi évet, vagy ezt az évet jellemezte, egy fantasztikus nemzetközi ismerés. Az, hogy az ENSZ turisztikai világszervezete Tokajt beállasztotta abban a 42 településbe, amely azt gondolja, hogy fenntartható, illetve turisztikai szempontból olyan eredményeket tudott elérni, ami miatt a szervezet ezt az elismerést oda tudta adni Tokajnak. Egyedülálló Magyarországon Tokaj rendelkezik ezzel a díjjal. Én azt hiszem, ez is egy nagyon fontos üzenet a mának, a múltnak és a jövőnek is. Azt gondolom, hogy ki tudtuk domborítani a pályázatban azt, hogy milyen fantasztikus természeti értékeink vannak, milyen építészeti örökségünk van, milyen kulturális életünk van, és ennyire tudjuk ezt fenntartani, illetve valószínűleg hozzájárult az elismerés az is, hogy ez a két minőségi szálláshelyel is rendelkezünk, mert a turizmusnak az alapja az, hogy legyen hol megszállni, legyenek programok, és legyenek látnivalók, és úgy gondolom, hogy ezeket most mi összességében jól tudtuk teljesíteni, és jól tudtuk bemutatni, és ez a világszervezetnek ez az elismerése, azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, és az, hogy először Tokaj nyerte meg Magyarországon ezt az ismerést, ez is én azt gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon jó leső érzés. Természetesen a tokaiból is valószínűleg ez hozzájárult. Mennyire tudnak a Tokajban élők rácsatlakozni erre az örülfejlődésre, erre a hírnévre, amelyet ez az elismerés is jelent? Hát elkezdtük ennek a társadalmasítását olyan szempontból, hogy
hogy megmutassuk az embereknek azokat az előnyöket, amelyeket ez a díj majd valószínűleg eredményezni fog. Éppen december 10-én az Asszú világnapján lesz egy olyan fórum, ahol a turisztikai ügynökségnek a nemzetközi kapcsolatokért felelős főosztályvezetője fog előadást tartani, aki ennek a világszövetségnek az egyik alelnöke, hogy milyen előnyökkel járhat Tokaj számára, az itt élők számára, mert nem csak a turisztikában, jelenlévők számára fog ez előnyöket jelenteni, valószínűleg majdnem minden tokai számára. Úgyhogy elkezdtük ennek a társadalmasítását, az, hogy minél szélesebb körben megismerjük, hogy mi előnyökkel járhat majd ez a díj, és hát felkészülünk arra, hogy azért reményeink szerint az jövőben még több külföldi turistát fog majd Tokajba hozni. Ja, ahhoz, hogy könnyen meg tudják találni a térképen Tokajt, ahhoz nem csak ilyen elismerések kellenek, hanem jó utak is, és a kerékpárút meg főleg fontos, hiszen manapság a fenntarthatósághoz elengedhetetlen az, hogy ilyen módon is eljussanak a városba. Ebben milyen fejlődés hozott 2023? Ugye a Nyíregyháza Tokaj kerékpárút megépítésével elindult egy olyan kerékpáros fejlesztés, ami következtében az Erzsébet királyné hídját is ugye most már kerékpársával látták el, és ezzel a biztonságos átkelés megoldódott, és részben már elkészült a Tokaji kör, ami a Tokaji hegy megkerülését tűzi ki célul. Most van a MÁD Tarcal szakasz és a Tarcal belterületi szakasznak az építése, ami ugye, ha átadásra kerül, akkor teljes mértékben már kerékpárúton lehet majd a Kopaszhegyet megkerülni. Ezek mind nagyon fontos fejlesztések annak érdekében, hogy az aktív turizmus tovább fejlődhessen, és azt gondolom, hogy Tokaj az aktív turizmus tekintetében nagyon jó értékeket tud fölmutatni, olyan természeti értékeket, kerékpárutak, ugye a Kopaszhegyre, a gyalogos sétányok, illetve azért mi azt gondolom, hogy a víziturizmus tekintetében is jó adottságokkal rendelkezünk, tehát azok, akik ugye aktív turizmus tekintetében aktívak, azok Tokajban azért széles körben tudnak maguknak megfelelő lehetőségeket találni, de azért azt is el kell mondani, hogy a szerencsénk megépülő négysávos út is nagy lehetőség arra, hogy még többen jöjjenek. Azért hozzá kell tenni, ezt gondolom Nyíregyháza is nagyon megérezte, amikor autópálya érte el a települést, hogy ez milyen sokat használ a településnek, és még ugyan nem Tokajig lehet eljönni négysávoson, de a szerencsénk már el lehet jönni. Tehát ha közelebb kerültünk a világ vérkeringéséhez, közlekedési szempontból, elsősorban közúti közlekedés szempontból. Ugye, ha már beszéltünk arról, hogy a tokaiak mennyire tudják maguk életében hasznosítani azokat az elismeréseket, amelyeket a város kap, hogy áll mondjuk az ingatlanpiac Tokajon, Tokajban, ugye, könnyen lehet, nehezen lehet, milyen áron lehet vásárolni például ingatlant, hogyha valaki úgy gondolja, hogy kipróbálná az ott élést is. Hát azt hiszem, hogy ebben egyik szemem sír a másik nevet, mert azt gondolnám, hogy az lenne jó, hogyha minél elérhetőbb lenne minden fiatal számára a tokai ingatlan, hogy meg tudjuk állítani az elvándorást és a lakosságnak a fogyását. Azt kell mondjam, hogy az ingatlan árak erősen magas áron stagnálnak, sőt ez a cím lehet, hogy még egy kicsit megint meg fogja emelni az ingatlan árakat. Tehát a belvárosban nagyon nehéz viszonylag jó áron ingatlant vásárolni, és nem is nagyon látom, hogy elmennének az ingatlanok, tehát kitart mindenki, és megpróbálja addig kitartani az értékesítést, míg talán a legjobb áron tudja majd eladni. Én ennek örülök is, meg nem is, mert hogy egyre kevésbé tudják a fiatalok megvásárolni az ingatlanokat. Persze vannak a városnak olyan részei, ahol viszonylag jobb, olcsóbb áron lehet ingatlant venni. Ez nem mindenki szereti azokat a városrészeket. Én azt gondolom, hogy az is jelző, hogy Tokaj kicsit felértékelődött, hogy az ingatlan árakban ez visszatükröződik. A 2023-as évben az önkormányzatnak milyen olyan fejlesztései voltak, amelyre büszke, amit szívesen megosztana most a nézőkkel? Nagyon sok ilyen dolog volt, de ami talán a szívemhez a legjobban közel áll, ez a Bodrogparti sétány. Amikor ennek a tervezésével foglalkoztunk, akkor egy olyan értéktelen területet tűztünk ki célul, hogy értékesebbé tesszük, ami most bizonyosodott be, hogy ezzel a fejlesztéssel milyen szépé tudtuk varázsolni a Bodrogpartot. Akkor nagyon elhanyagolt volt, most jött még egy Bodrogparti sétány, ezzel sokkal, de sokkal szebb lett, és élhetőbb lett a város számára, és a turisták is nagyon kedvelik. Ez nagyon sokat jelentett számunkra, és azon túl, hogy egy sétány, egyébként 4 kilométert lehet most már sétálni a Tisza, illetve a Bodrog partján közvetlenül. Nagyon kevés ilyen település van
van, ahol ilyen hosszan lehet a természetnek a közelében sétálni. Emellett ugye játszóteret építettünk a sétány mellett, kondi parkot létesítettünk, tehát azt hiszem, hogy igyekeztünk odafigyelni mindolyan részletre, ami fontos lehet annak érdekében, hogy egyre többen látogassák ezt a részét, a bozsokparti sétányt, tehát a tiszaparti sétányt, akik Tokajba jönnek és kíváncsiak, hogy még közelebbről megcsodálják az összefolyást, vagy a Bodrogot és a Tiszát. Amikor egy évvel ezelőtt beszélgettünk, vagy valamikor, lehet, hogy ennek az évnek az elején, akkor említést tett polgármester úr arról, hogy a akkori magas energiárak miatt az igyekeztek nem korlátozni semmiféle intézménynek és szállodának sem a működését, talán volt is olyan szálloda, amely működött, tehát nem zárt be, vagy nem részben sem zárt be. Ilyen tekintetben, tehát gazdálkodási szempontból ez a 2023-as év milyen volt, nehéz volt, vagy jutott-e mindenre forrás, amire szerettek volna? Nagyon, nagyon nehéz év volt, és én nem hiszem, hogy a következő év is jobb lenne. Az energiárok valamilyen szinten azért visszaestek, de még mindig nagyon komoly kihívás, például a közvilágításnak a működtetése. Ebben azért korlátozásokat vezettünk be, kénytelenek voltunk, mert egyébként nem tudtuk volna kifizetni a közvilágítást. Ugye egy kötelező feladat, és valamilyen szintű korlátozást bevezettünk. Ebből volt is némi elégedetlenség, de próbáltuk elfogadtatni az emberekkel, hogy azért így is megfelelő a világítás még az utcákban, de az energiárok megnövekedése miatt kénytelenek voltunk hozzányúlni, és valamilyen szintű korlátozásokat bevezettünk az intézményekbe is. Ugye ennek voltak törvényi lehetőségei, mert valamilyen szinten az állam is korlátozta ez év elején, az energiaválság elején a hőmérsékleteket. Mi a kötelező feladatoknál, az idősek otthonánál, illetve az óvodánál ugye nem voltak ilyen korlátozások, a többi intézményekben mi is bevezettünk. Egyelőre a kulturális intézményekben van némi korlátozás, mert ott azért hatalmas épületeket fűtünk, de reményem szerint a jövő év már valamilyen jobb is lehet, de még mindig korlátoznunk kell annak érdekében, hogy a költségvetésünket egyensúlyban tudjuk tartani. Ugye nem sok nap van már hátra december 31-ig. Van-e még valami olyan program, olyan látványosság, olyan esemény, amelyre fölhívná a figyelmet, ami miatt érdemes Tokajba látogatni? December 10-én tartjuk a nemzetközi asszú napon azt a 950 éves évforduló kapcsán azt a záró eseményünket, amelyet meg fogja tisztelni majd a turisztikai ügynökség nemzetközi kapcsolatok felelős főosztályvezetője, hogy tájékoztassa a szolgáltatókat, a helyeket, ennek a díjnak a hogyan továbbjáról, illetve ellátogat hozzanak majd Kézi Dániel, aki kitalálta ezt a nemzetközi asszúnapot, aki el fogja mondani azt, hogy miért fontos az, hogy az asszút nemzetközileg is egy napon megünnepeljük, illetve el fog jönni Ripka Gergely, aki most megálmodta az asszú poharat, és be fogja mutatni ezen a rendezvényen az új asszú poharat, amit magyar gyártó gyárt, és izgatottan várjuk, hogy milyen is ez az asszú pohár. Illetve én magam is fogok majd az ottaniaknak beszélni, a vendégeknek arról, hogy 950 éves jubileum kapcsán miket valósítottunk meg, és hát hogyan képzeljük el majd a jövőt. Úgyhogy még vannak érdekes dolgok Tokajban, nem beszélve arról, hogy még egy pár pályázati kivételezésünk zajlik, amit december még be kell fejeznünk, tehát azt kell mondjam, hogy lesz program és lesz izgalom még decemberben is. Kicsit, hogyha előre tekintünk a jövő évre, nyilván nagyon nehéz lesz a jövő év is, már csak a tervezés szempontjából is. Van-e valami olyan fejlesztés vagy olyan program, amelyre felhívná a figyelmet a jövő évvel kapcsolatosan? Hát, hogy nálunk most megjelent az a kormányhatározat, amely értelmében a belvárosnak a rehabilitációja el fog indulni. Ez az átfogó turisztikai fejlesztési program, amit a Magyarország kormánya elfogadott. Ennek keretén belül meg fog újulni 800 méter hosszan Tokaj sétáló utcája. Itt az aszfaltos és a betonos burkolatot egy teljesen korszerűbb kőburkolatra fogjuk lecserélni. Sokkal zöldebb lesz a belváros, nagyon sok zöld területet fogunk megújítani, illetve ami nagyon fontos ennek az átfogó turisztikai fejlesztési programnak a kapcsán, az aranysas fogadó, ami hosszú évek óta ott van a főtéren, az is meg fog újulni. Az áruház már bontás alatt van,
el fog a főtérről az áruház bontódni, és a helyére egy nagyon szép épület fog majd kerülni. Ezekben a épületekben olyan szolgáltatások fognak helyet kapni, amelyek azt fogják erősíteni, Tokaj belvárosába még több turista érkezzen, és olyan minőségű szolgáltatások lesznek, ami miatt érdemes lesz majd eljönni Tokajba. Tehát jövőre egy nagyon komoly átfogó fejlesztés fog indulni Tokajban, aminek az a célja, hogy Tokaj, illetve a régió tényleg a harmadik leglátogatottabb, turisták által leglátogatottabb régió legyen. Úgyhogy ez egy fejlesztés, egy nagyon fontos fejlesztés, és nagyon komoly kihívás elérhetje majd a városlakókat is, meg a turistákat is. Polgármester úr, köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, és hát azt kívánom, hogy legyen minden úgy, ahogy a tokaiak szeretnék. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm. Más téma, több mint 20 éve árasztotta el a Belegi térséget a nagy árvíz, azóta folyamatosan fejlesztik az árvízvédelmi rendszert a térségben, nem csak a töltéseket erősítik meg, de a vízelvezető csatornákat is tisztán tartják. Ez utóbbi munkákról konferencián számoltak be nemrég, ahol Karab Zoltán járt. A Felső-Tisza vidéken mindennapos feladat a vízzel való megküzdés, illetve a víz hiánnyal való szembenézés. Ez a projekt mind a két problémára megoldást nyújt, mondta el Bodnár Gáspár, a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság projektzáró rendezvényén Nyíregyházán. A Felső-Tisza vidékén mindennapos feladat a több vízzel, a sok vízzel való megküzdés, illetve a vízhiánnyal való szembenézés. Ez a projekt mind a kettőnek a segítségét fogja szolgálni, hiszen olyan munkálatok lettek elvégezve, ami segíti a káros vizek, a káros belvizeknek az elvezetését. Három belvízrendszert is érint ez a projekt, egy 4,6 milliárd forintos beruházásról beszélünk. Több mint 200 kilométer csatornának a kotrása, rekonstrukciója valósult meg. 65 műtárgyat felújítottunk, 25 új műtárgyat építettünk. Ezek a létesítmények nagyban segítik a káros vizek elvezetését és a vizek visszatartását, szétosztását, hiszen nem csak azzal kell foglalkoznunk, hogy árvízvédelmi rendszereket fejleszünk, hiszen az nagyon szépen halad a maga útján, hanem a vízelvezető hazai rendszernek a megújítása is feladatunk. Én úgy gondolom, hogy ezek a létesítmények jól fogják szolgálni ezt az ügyet, hiszen napirenden van többek között a nyírség vízpótlása is. Itt a nyírségbe végzett munkálatok azzal összhangban fogják segíteni a vízkormányzást, vízszétosztást és természetesen a vízmegtartást, hiszen a nyírségben azzal a vízzel tudunk gazdálkodni, ami a területre leesik, lehullik. Ha ezt elengedjük hasznosítatlanul, akkor nem marad a területen vízkészlet. Fontos, hogy a talajvizeket is szabályozzuk, tehát a csatornákban visszatartott víz jótékony hatása van a talajvízszintekre is, hiszen az elmúlt 10 év az aszályról szólt a Felső-Tisza vidékén. Jelenleg is hiába csapadékosnak tűnik az időjárás, a nyár is, az ősz is. A vízhiány az állandósult, a talajvízszintek szokatlan mélyen vannak, nagyon sok csatorna még mindig ki van száradva, víztározóink vannak száraz állapotban, tehát a többletvizekkel is foglalkozunk. Például jelen pillanatban van olyan belvízrendszerünk, ahol belvízvédelmi készültség van, szivattyúzzuk el a káros vizeket a rendszerből a Tiszába, a többi területen pedig kiszáradt csatornákkal, kiszáradt tározókkal találkozunk. Tehát egy komplex rendszerfejlesztésről beszélünk, ez a jövő útja, hiszen a klímaváltozást ez hozza, hogy a többletvizek hirtelen jelentkeznek, az asszályok pedig tartósá válhatnak. A klímaváltozás hatásainak ellensúlyozására pedig úgy tudnak felkészülni, az országba beérkező vizet nem engedik ki, hanem tárolják és szárazság esetén felhasználják. Valamennyi fejlesztésünket úgy valósítjuk meg, hogy nem csak a víztöblettel foglalkozunk, hanem a vízpótlással is. Például az árvízi tározókat, amiket átadtunk, három ilyen van a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság kezelésében. Úgy alakítottunk ki, hogy kettőnél gravitációsan tudunk a rendszerbe vizet kivezetni, olyan árhullámok érkeznek, illetve a Tiszatúl tározónál egy szivattyú telepet is építettünk a Tiszánál, ami képes bármilyen időszakban a vizet bepumpálni a vízrendszerbe, ott pedig a szétosztó műtárgyakkal tudjuk kormányozni a vizet a szükséges helyre. Tehát mi már ezzel foglalkozunk, az idei évben 24 millió köbméter vizet sikerült így betáplálni,
gravitációsan és szivattyúk. A két szivattyú telepünk, ami alkalmas ilyen célra, a rétközi vízpótló szivattyú telep és a Tiszatúrtározónál lévő szivattyú telep, több mint 11 millió köbmétert szivattyúztunk be. Előnye ezeknek a rendszereknek, hogy naperőmű táplálja az energiát, tehát ilyen szempontból gazdaságosnak is nevezhető. A klímaváltozás miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye már 10 éve súlyos vízhiánnyal küszködik. És ezen a helyzeten csak a belvízrendszerek fejlesztései könnyíthettek. A talajvizek mindenütt a terepszinthez mérten más és más szinten vannak, hiszen van, ahol 5 méter mélyen van, van, ahol 2 méter mélyen. A dolog lényeg az, hogy az átlaghoz képest több mint 1 méterrel van mélyebben a talajvízszint a területen összességében. Ennek a pótlása csapadékból történhet meg, illetve a víz visszatartásokból, a csatornákból kiáramló talajvizet tápláló vizek segíthetnek a helyzet javításában. Több mint 100 ilyen vízvisszatartó helyet jelöltünk ki. Minden évben elkészítünk egy vízvisszatartási tervet az utóbbi aszályos időszakokban, hiszen már 10 éve, hogy súlyos vízhiánnyal küzdünk. Tehát egy ilyen terv alapján a csatornákban, a medrekben próbáljuk a vizet visszatartani. Az a tapasztalat, hogy ez sokat segít, de a nyírségben például vízpótlás nélkül a helyzet generálisan nem fog megjavulni. A nyírség nem csak a vármegyében, de országos összehasonlításban is a legszárazabb vidéknek számít, amelynek vízpótlását számos körülmény nehezíti. Adottságait tekintve a nyírség a legveszélyeztetettebb, hiszen ide nem tudunk gravitációsan kivezetni vizet, mint tudunk a Beregbe, Felső-Szabolcsba, a Szatmári térségekbe, hiszen a Szamos árvizeiből, a Túr árvizeiből, a Tisza árvizeiből a meglévő zsilipek nyitásával adott vízszint esetén jelentős vizet tudunk pótolni a vízrendszereinkbe. Például tavaly a Szamosból a Szamosújlaki tározót megtöltöttük, onnan a Nagyszekeresi Penyigei tározó is kapott vizet. Tehát ezek a rendszerek működtethetőek, az arra kell figyelnünk, hogy megfelelő előrejelzés birtokában legyünk, és az előkészítő munkálatokat meg tudjuk tenni. De a nyírségben ilyen lehetőség nincs, hogy kinyitunk egy zsilipet és ellátjuk a nyírséget vízzel. Itt szivattyús vízpótlásra van szükség, és arra van szükség, hogy a területre lehulló csapadékot, akár eső vagy hó formájában esett le, próbáljuk megtartani és a helyszínen hasznosítani. Bodnár Gáspár hangsúlyozta, a klímaváltozás kihívásaival szemben a jövő megoldása a komplex rendszerfejlesztés. Mivel a többletvizek hirtelen jelentkeznek, az aszályos időszakok pedig tartóssá válhatnak. Eddig tartott ma 35 perc. Legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor vendégünk lesz többek között a Vármegyei Vöröskereszt vezetője, Gurály Edina is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!